Jó estét kívánok! Az állásába kerül egy budapesti buszsofőrnek, hogy leszorított az útról egy biciklist, majd megállás nélkül elhajtott. A kerékpáros egy korlátra esett, hét bordája eltört, és a tüdeje is súlyosan megsérült. Hetekig volt kórházban. A sofőr azzal védekezett, ő nem vette észre a balesetet, de azonnal megállt, amikor az utasok szóltak neki. A bringás sisakkamerája rögzítette a gázolást. Ezeket a felvételeket az elgázolt biciklis készítette. Látszik, ahogy a busz mellé ér, majd leszorítja az útról. Hamarosan már csak a jajgatás hallatszik, és a segítő akarók látszanak a felvételen. A biciklis a korlátra esett a jobb mellkasával, eltörte hét bordáját, azok átszúrták a tüdejét, légmelle lett és levált a tüdeje egy része. 5 napot töltött az intenzíven, és aztán 3 hetet a kórházban. Az orvosok szerint teljesen meg fog gyógyulni. Van egy ilyen íve, és pont ez az senki se tudja, hogy mi a pont, kinek mit kéne csinálni. A kerékpáros a Tököli úton a biciklisávban közlekedett. Ezen a szakaszon azonban egy kereszteződés után a buszsáv és a kerékpársáv már együtt halad. Itt a korábbinál szűkebb lesz a sáv, itt történt a baleset. Az egyik kerékpáros futárszolgálat vezetője szerint egyébként javult a közlekedési morál, kevesebb lett a baleset. Konfliktusok továbbra is vannak, a buszvezetőkkel kicsit gyakrabban. Ilyen úthasználati ilyen ellenérzés van, hogy a buszsávokat megnyitják a kerékpárosok előtt, és akkor az eddig csak a buszoké volt, és akkor ilyen, vannak ilyen, hogy ennyi a sávérzés, de ugyanezt megcsináltuk a kerékpárosok felé is, azt kommunikáljuk, hogyha buszsávon közlekednek, akkor legyenek sokkal előzékenyebbek, tehát ne csak a kresztre hagyatkozzanak. A szóváltás egyébként gyakori, függetlenül a közlekedési eszköztől. A súlyos sérülésbe torkoló konfliktusok azonban ritkák. A videóból egyébként látszik, hogy a busz több száz méteren át követi a kerékpárost, majd fellöki a biciklist. Ezt követően lassítás nélkül tovább hajt. A budapesti rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztálya közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást, ennek keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az autóbusz vezetője szerint nem cserbenhagyásról van szó, mert nem észlelte a balesetet, csak akkor értesült róla, amikor az utasok szóltak neki. Ezután a megállóban félreállt és szabályszerűen rendőrt helyszín előtt hívott. A BKK és a BKV közös közleményéből viszont az derül ki, hogy szerintük a buszvezető nem az elvárható odafigyeléssel vezetett. A sofőr a budapesti közösségi közlekedési járatokon nem vezethet többé. Az azonban, hogy elbocsátják-e, csak a teljes vizsgálat lezárása után derül majd ki.